Bár a nyárnak vége, a városlakók szeptemberben sem maradnak programok nélkül. A borongósabb időbe köszöntével egy-egy szórakoztató rendezvény elűzheti kedvetlenségünket, rossz hangulatunkat. A Nagyatádi Művelődési Központ szervezésében számos program közül választhatnak az érdeklődők. Kiállítások, zenével és tánccal eltöltött délutánok várnak a nagyatádiakra. A részletekről Pünkösd Márton adott tájékoztatást. Az igazgató kitért az augusztus 20-ai programokra is. Az ünnepi tűzijátékra szánt összeg egy részét Nagyatád város önkormányzata ez évben jótékony célra fordította. Az idén a képviselőtestület úgy döntött, hogy mintegy 200 ezer forinttal olcsóbb lesz a tűzijáték, és ezt az összeget az árvízkárosultak javára utalja át az önkormányzat. Az augusztus 20-ai programok összeállításánál két lényeges szempont vezetett bennünket. Egyrészt, hogy megpróbáljuk a lehető legszélesebb közönség igényeket kielégíteni, másrészt, hogy ebbe a költségvetési támogatási keretből sikerüljön megvalósítani a programot. Ez nagyjából tűzijátékkal együtt 1,2 millió forintot tett ki. A Városi Múzeum is várja az érdeklődőket. Egy különleges fotótörténeti kiállítás nyílik meg a hétvégén. Szeptember 3-án nyílik egy látványos kiállítás a Nagyatádi Városi Múzeumban. Térbezárt pillanat címet viseli ez a kiállítás, ez a sztereófotózás történetébe enged bepillantást. A Nemzeti Múzeum utazó kiállítása lesz. Szeptember 12-én Nagyatád zenei formációi fogják szórakoztatni a muzsika kedvelőit a Magyar Dalnapján. A fellépők a Szent István szobor közelében lévő szabadtéri színpadon mutatják be produkcióikat. A rendezvényt már tavaly is megtartották a városban. A kezdeményezés országos szinten 2 évvel ezelőtt indult. Idén a Magyar Dalnapjának fővárosát is megválasztották. A címet Eger nyelte el. A Sziget Fesztiválhoz kötődően Presser Gábor indította útjára ezt a programot. Szabadtéri színpadon nagyatádi előadókat kértük fel, a nagyatádi könnyűzenei életben tevékenykedő előadókat, és egy ilyen 1,5 órás műsorral várjuk a nagyatádiakat. Az elmúlt években már a nagy sikert elért Szüreti Fesztivál sem maradt ki a szeptemberi programok közül. A felvonulókat a Szent István Parktól kiindulva a város főutcáin és főterein át követhetik az érdeklődők. Az idén Nagyatád több város részéből, Henészből, Bodvicáról, Kivadáról is várunk szekereken, gyalogosan, lovakon érkező felvonulókat. A városbelieken kívül ez alkalommal Lábod, Ötvöskónyi, Berzence, Bolhás és Somogyszob is részt vesz a programokban. A Nagyatádi Látogatóközpont képzőművészeti különlegességgel várja a művészetkedvelőket. Szeptemberben rendezik meg ugyanis a 11. országos faszobrászati kiállítást, amelyen tehetséges szobrászok mutatkoznak be alkotásaikkal. Az alkotások már beérkeztek, a szakmai zsűri elvégezte a munkáját, kollégáim hamarosan megkezdik ennek a kiállításnak a berendezését. A nagyatádiak e hónapban is változatos és élménygazdag programokra számíthatnak, hogy az ősz ne induljon egyhangúan.